És akkor éreztem arra rá, hogy tulajdonképpen a színházi fotográfálásban is ki lehet a gondolatot fejezni. Tehát ez nem megtörtént, nem megrendeztem, ezt az élet produkálta, és az volt a mondani való, és ez látszik mai napig ezen a képen, hogy mit bír az ember. Volt-e olyan vágyad, hogy kimondottan művészi képeket készíts Nem, el? soha, soha. Mindig fotoriporternek gondoltam magam. Mitől művészet az a kép, amit én lefotografálok, mondjuk egy táncképet, az az eseménynek, annak a pillanatnak az ábrázolása, hogy művészi szintre emelkedjen, ahhoz nagyon sok minden kellene. Tehát az kellene, hogy én előre megterveztem az élet, megszerveztem, kitaláltam a képet, megrendeztem. Azt hiszem, hogy a művészethez akkor közelednék, de nem akarom degradálni a saját fotoművészeti státuszomat, de jó az a fotográfus szó, az nagyon jó, az mindent elborít és elfed. Amikor készültem erre a kiállításra, akkor ugye kavarogtak a nevek, de egy név biztos volt, akit meg akartam fotografálni, az a Mari volt, és úgy mentem le velembe, hogy tudtam azt, hogy én nem szánalmat akarok kelteni, nem akarok hamis képet kelteni, hogy minden rendben van és minden oké. Tudtam azt, hogy az életem során rengetegszer találkoztam vele, nagyon sok képet készítettem, talán az egyik legfontosabb személyiség az életem tárgyai között, akit fotografáltam. Azt akartam, hogy ne a plegykalapokból, hogy minden rendben van, készülök az új szerepemre, semmi bajom nincs, hanem elfogadható módon ábrázolni azt, ami a valóság és a realitás. Na most az elfogadható móddal én ott lent velembe szembesültem, hogy annyira nem igaz a kép, amit róla ábrázolnak vagy írnak, vagy vannak kollégák, akik megrendezik azt a szituációt, hogy hurrá, optimizmus, egy perc és színpadra lép. Tehát én szerettem volna azt a 81 néhány éves, nagyon beteg és kiváló művészt úgy ábrázolni, hogy a nézőnek a szeretete megmaradjon, ha ránéz a képre, akkor ne a jelen jusson eszébe, amit elsőségben lát, hanem mindaz, amit ez a név, hogy Törőcsik Mari képvisel. Az volt az érzésem és a visszajelzések a kiállításon, hogy sikerült azt a megtört művészt, aki körül ott vannak a régi emlékek, Carnidis oklevél tárgyak, és ő már egy ilyen kis töpörödött kis madárka a kályhasz patkáján ülve, hogy ez ma Törőcsik Mari. És nem volt fájdalmas, bár a kép fájdalmas, nem volt szomorú, hanem az életet ábrázolja, hogy egyszer el kell menni. És könnyen belement abba, hogy fotózd. Nézd, ez egy furcsa szituáció. Én akkor ismertem meg a Marit, amikor 17 éves volt, és érettségi előtt állt, de a Fábri már akkor kihívta a körhintára, próbafelvételre. Ez egy ilyen furcsa magántörténet, engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy a férjem az filmoperatőr volt, és úgy dolgoztak, hogy mindenkinek megvolt a rendező partnere, és ő a Widermann Károllyal dolgozott együtt, és a Karcsi egyik nap azt mondta, hogy szombaton délután a Bécsi úton egy cukrászdában, még emlékszem, a Rozáliának hívták a cukrászdát, ott találkozunk, bemutatok nektek egy kislányt, aki Magyarország legnagyobb színésznője lesz. És mi ott ültünk a férjemmel, vártunk, majd megjelent a Karcsi, és egy tényleg kislány, ahogy ugye az ember elképzeli a vidéki kislányt, piros-fehér pöttyös szoknya volt rajta, fehér-piros pöttyös blúzocska, és azt mondta, hogy kezét csókolom, mondta nekem, aki mondjuk 3 évvel vagyok idősebb a Marinál. Tehát nekem nem volt probléma a Marival
rossz az, hogy azt csináljak, amit akarok, mert olyan mély és régi kapcsolatom volt vele, ami független attól, hogy én fotós vagyok, és ő színésznő, hogy tényleg, amit kértem, azt megcsinálta. És a fiatalabbakkal is van ilyen barátságod? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye újrakezdtem, ha ezt újrakezdésnek lehet nevezni, és az volt az elképzelésem a végén, mert nagyon sok elképzelésem volt, hogy megpróbálom a mai fiatalokat, akiket nem ismerek, csak a nézőtérről, vagy filmről, vagy újságban olvastam róluk, és borzasztó jó, és most hagyd mondjam el, hogy a hiúságomat rettenetesen legyezte, hogy mindenki azt mondta, hogy megtiszteltetés a számomra, vagy azt mondta, hogy boldogan. Hát mondjuk olyanok kerültek a lencséim elé most, hogy ilyen nagy, jó nagy szavakat használjak, mint a Tenkiréka a Csányi Sándorral, akkor a kisvecsei, én nekem kicsi, mert én ismerem a papát, aki a nagyvecsei, tehát a vecsei H. Miklós, amiből a H azért H, hogy az apjától meg lehessen különböztetni, meg hasi a beceneve, a Vinyánszki, a kis Vinyánszki, akkor a Józan Laci, akkor a lányok között ugye a Kovács Patrícia, a Péter Lili, tehát egy csomó feltörekvő vagy már befutott színész, semmi gond nem volt. Egy dolgot megállapítottam, hogy sokkal nem igényesebbek magukra, hanem sokkal másképp képzelik el azt a világot, amiről róluk képet készítenek. Amikor én fotografáltam egy művészt, és mondjuk a műterembe felhívtam, akkor Rutka Éva, hogy példát mondjak, anyukájával jött, kis autójában ben volt 15 ruha, sminkkészlet, anyuka megmondta, hogy mit vegyen fel, ott az MT-ben volt egy olyan mosdó, amit hát nem lehet azt mondani, hogy csúcsmosdó egy törött üveggel, leült egy háromlábú székre, és kisminkelte magát, változtatta a ruhát, tehát semmi. Most a fiatal, például a Tenki Réka, aki egy borzasztó kedves, helyes, és most szülte meg ugye már a Benedeket, azt mondta, hogy és hányan jöztök? Mondom, jövök én és a Fábián Évi, aki az én asszisztensem. Azt mondja, és sminkes, és ruhás, hát mondom, gondolom, hogy van ruha a szekrényedben, és hát meg kellett magyarázni, hogy én nem tudok úgy, hogy még 95 ember ugrál, és akkor még a legjobb pillanatban odaszalad a fodrász, és fontosságát aláhúzva még egy hajszálat megigazít. Tehát soha nem fog kialakulni egy intim viszony. Tehát akkor, hogyha ott áll nem tudom hány ember, az alany se lazul fel, én pláne nem lazulok fel, szóval semmi értelme nincs. Úgy folytattam ezt a fotografálást, mint ahogy 20 évvel ezelőtt abba hagytam. Olyan embereket fotografáltam, akiknek mindig volt mondani valójuk. Jó pár évtizedre abba hagytad a fotózást, és újra kezdtél fotózni mostanában, hogy mikor újra fotóztál, visszajött-e az a kezdeti érzés, ami mágnesként vonzott a fotózáshoz? Amikor én abba hagytam, akkor az analóg fotográfia volt, ami hát mai napig is esküszöm, hogy sokkal érvényesebb és értékesebb, mint a digitális technika. Tehát nekem szembe kellett nézni, hogy ezzel az öreg fejjel meg tudom-e tanulni az új technikát, de azon kívül, ha meg tudom tanulni, akkor tudom-e alkalmazni ahhoz, hogy én a mondani valómat ezzel tudjam kifejezni, ugye? Mindig azt mondjuk, hogy a digitális technika, ugye van a kis lemez, beteszünk egy ekkora picit, van rajta 300-400 kép, aztán egyik csak sikerül. Na most ez hátamon a borsod, de hát ezt abszolút nem akartam.
A mai generáció, fotós generáció, aki a digitálisan nőtt fel, tisztelet a kivételeknek, és nagyon kevesen vannak, akik gondolkozva fotografálnak ma már, mert ez a szemlélet, hogy majd lesz egy jó, ez nem ilyen durván, de lazábbra engedi a fotózást, tehát magát. Nem sikerült, majd csinálok még egyet. Amikor én a szakmát tanultam, akkor kaptunk egy tekercs filmet, ami 8 kocka volt, és előfordult, MT-be kezdtem, hogy arra 8 kockára 2 riportot kellett csinálni. Tehát egész másfajta gondolkozási módot, és épp azért mentem a Marihoz le először, amikor éreztem azt az erőt, hogy most megpróbálom, mert ott tudtam azt, hogy ha elrontom, ha nem sikerül, akkor olyan a kapcsolat, hogy nem történik semmi. Tehát nem szégyenkezem, hanem nevetünk egyet a Marival, hogy azt hitted, hogy pedig, de hogy. És ez mekkora váltás volt fotósként, mikor fekete-fehérről színesre kezdtetek el fotózni? Hát kezdtek el fotózni, mert én ott is makacs voltam, mert a fekete-fehér az is szín. Tehát nincs olyan szín, aminek annyi árnyalata lenne, mint a feketének vagy a fehérnek. Úgyhogy, és volt egy ilyen nagy fellángolás, amikor bejött a színes fotó. Én mindig ellene voltam, mert a színes fotó eleve egy pozitív látszatot ad, tehát ahhoz már nagyon elmélyülten kell foglalkozni vele, hogyha a színeket úgy használja az ember, hogy a mondani valót aláfesti, vagy aláhúzza, de hát abban az időben nem voltak olyan lapok, amik színes képeket hoztak volna. Mindenki idegenkedett, mert ha még jó is volt a negatív, akkor a nyomda elnyomta. Tehát nem, én messze távol voltam a színes fotótól, és most nem azért, mert én egy zsemi vagyok, de azért a comeback-je a fekete-fehér fotónak nagyon hamar bekövetkezett. Tehát a 60-as évek közepén indult el a színes fotográfálás, és a 80-as években már az Independent, ami a mondjuk ilyen vezető angol magazin volt, és azt követte a világsajtó, ismét fekete-fehér címlapot hozott. Több helyen elmondtad, hogy tulajdonképpen egy kényszerből lettél kulturális fotós. A nagy fordulópont volt az életemben 56, mert nagyon sok fotós elhagyta az országot. Addig az volt, hogy mindenki mindent csinált, tehát bejött egy riport, akkor aki éppen ott volt, azt küldték ki, tehát nem terület szerint, hogy protokoll, vagy kultúra, vagy sport. És akkor én megkaptam a kultúrát, ugye hárman voltunk, olyanok, akik ezzel a Friedman Bandi, aki a filmet kapta meg, a Molnár Edit, aki az irodalmat kapta meg, és én a színház világát. Cikinek érezted? Kevésnek éreztem. Úgy fotografáltunk színházba, vagy én úgy fotografáltam, mert MT-be csak én csináltam a kultúrát, de hát akkor már kezdtek, volt filmszínház, muzsika, meg nőklapja, hogy beállítottuk a képeket a színpadon, megmondtuk, hogy, vagy a rendező megmondta, hogy mit akar, és akkor a színész eljátszotta azt a jelenetet, mi két lámpával bevilágítottuk. Nem volt egy lehetőség az érzékeny filmre, és bizonyos idő múlva ugye elkezdődött a filmeknek az érzékenysége, az optikáknak a nagyobb feloldó képességű, tehát a blendék, csökkentek a blendeszámok, és akkor elkezdtünk menet közben fotografálni. Az már az volt, hogy azt fotografáltam, amit én akartam, nem azt, amit megmondtak nekem. És akkor jött az a bizonyos történelmi pillanat, hogyha ismerik a történetet, akkor bocsánat, de muszáj elmondanom, hogy úgy is hívom ezt a képet, az ügynök halála képet, mint egy eljegyzési gyűrű. Azonnal kész, bocsánat! Te nyomorult képmutató! Azonnal! Kétszínű! Gyere! Mit parancsoltam neked? Ide-vissza!
hozzám, vagy szétverem a fejedet, bím, ide, vissza, hozzá, gyere. Kezdés előtt volt. A vasajtó az a színpadon egy nagyon fontos hely, mert az zárja el a külvilágot a művilágtól, tehát a színpadtól. És az egy furcsa, azt is ugye elmondtam már többször, de igazán nem tudom szóban elmondani, hogy azt a hangulatot, ami egy színházban van ilyenkor, hogy még a kellékes megigazítja a kelléket, még egy színész beszalad, megnézi, hogy minden rendben van-e, a világosítók pásztáznak a fényekkel, és belépett a Timár József a színpadra. Azt mindenki tudta, hogy nagyon beteg, és tulajdonképpen az agyam hátsó részében az is volt, hogy azért voltam ott akkor, hogy el tudja játszani ezt az estét, történik-e valami. És oda ment a kikészített bőröndökhöz. Nagyon sok bőrönd játszott az Ügynök halála darabban, akkor a Nemzetibe, és megemelt két nagy bőröndöt. Szóval kvázi kipróbálta önmagát, hogy el tudja játszani ezt a szerepet. Majd letette, kiment, és én ezt a pillanatot megörökítettem. És akkor éreztem arra rá, hogy tulajdonképpen a színházi fotografálásban és ki lehet a gondolatot fejezni, tehát ez nem megtörtént, nem megrendeztem, ezt az élet produkálta, és az volt a mondani való, és ez látszik mai napig ezen a képen, hogy mit bír az ember, mire képes az ember. Most ez annyira, hát nem mondom, mert az ember saját magáról nem mondja azt, hogy jó, de hát a Nemzeti Színház előtt is ennek a képnek a szobor másolata áll. Mondták is, hogy plágium miatt pereljem be a szobrász, de hát nem ér annyit. Nagyon sok színésszel nagyon jó viszonyod volt. És beszéltél is arról, hogy volt egy pár, akivel, és egyébként ez nyilván természetes, igen, is, hogy nem volt olyan szoros a, igen, kapcsolat. Látszik-e ez a fotókon? Nem szabad. Nem szabad. Nyugodtan mondok nevet, mert ezt nem először mondom, tehát például a Gábor Miklós, akit rettenetesen tiszteltem, maximális jó társasági kapcsolatom volt vele. Soha nem tudtam egyet érteni, még a Hamlet előadását is beleértve. Valahol egy másik világ volt, egy másik színjátszás. Lehet, hogy azért, mert ugye azért a Stim kollégák ebbe is működnek, hogy ugyanaz a szerepkör, vagy ugyanaz a stílus, vagy egyéniség. Például ugye a Besenyei Feri az borzasztó jó barátunk volt, és én Besenye is voltam. Volt más színész is, akivel ugyanezt érezted? Hát volt, csak azok még élnek. Úgyhogy maradjunk ennyibe. Érdekes módon, hogy a férfiak sokkal-sokkal hiúbbak, a színész férfiak, mint a nők. Mert ők úgy, a színésznők azok úgy jönnek ki az öltözőbe, hogy tudják azt, hogy tökéletesek. A férfi színész az mindig kételkedik önmagában a vizualitásban, hogy ő hogy néz ki. Egy színésznőnek az, hogy nem néz ki jó, az nem fordulhat elő. Tehát ő benne olyan belső hit van önmagával szemben, hogy az csak tökéletes lehet.